Az unió tagállamai Brüsszelben jóvá hagyták a 9. szankciós csomagot Oroszország ellen. A lépést Magyarország is támogatja, ez újabb embereket, bankokat és drón technológiát érint majd. Az EU egyúttal jóvá hagyta az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segélycsomagot is. Oroszország minden nap zsarol bennünket, de ha mi is zsarolni kezdjük egymást, az nem lesz jó az Európai Uniónak, mondta Litvánia elnöke Gitanas Nauséda. Azonban a vezetők nem tudták megoldani a közös gázársapka bevezetését, erről az uniós energiaügyi miniszterek tárgyalnak majd tovább a jövő héten. Öt órán át tárgyaltunk erről bent, és most az energiaminisztereknek három napjuk maradt az ügyre. Ez a kérdés már hat hónapja húzódik. Én szeretném végre azt hallani, hogy mennyi energiát tud vásárolni az Európai Bizottság. Ez fontos ügy, hiszen most még van orosz gáz a tárolókban, de hamarosan fel kell majd tölteni azokat, mondta Xavier Bettel, luxemburgi miniszterelnök. Az ülésen szó volt arról is, hogyan védjék meg az európai gazdaságot az erősödő amerikai konkurenciától és a protekcionalista lépésektől. Németország ebben a kérdésben ellenzi a közös hitelfelvételt. Európa eljutott arra a pontra, amikor elveszítheti az iparát, és ma nincs közös válasz erre. Inkább azt látjuk, hogy a tagállamok a saját megoldásaikat alkalmazzák, ahol az jár jobban, akinek mélyebb a zsebe. Néhány ország ezt gondolja most, de néhány hónap múlva mindenki a lehetőségei végére ér majd, mondta Alexander De Croo, belga miniszterelnök Németországra utalva. A csúcs találkozón megítélték a tagjelölti státuszt Bosznia-Hercegovina számára.